Szerintem beszéljünk az MR73-ról. Ez micsoda? Ez egy francia thriller, pontosabban egy egzisztenciális dráma, aminek a kerete, a történeti kerete, ez egy thriller. És közben meg egy fegyver, egy kézi fegyver. Hát maga az MR73 az egy kézi fegyver, így van. És erről kapta a címét a film. A film főhőse Louis Schneider, egy francia 50-60 körüli alkoholista roncs, egy rendőr, aki a... Kiváló szakember volt, és kiváló nyomozó. A filmnek az első 5 percében elveszik a fegyverét. A filmnek az első 5 percében irodai munkára rendelik vissza, de ő, hát mondjuk úgy, hogy átlépve a saját hatáskörét, mit számít neki a hatásköre? Egy olyan figuráról szól a film, akinek már nem számít semmi, aki már nem veszíthet semmit. A legsúlyosabb tragédián van túl, súlyos autóbalesetben a kislánya meghalt, a felesége az pedig lélegeztetőgépen van. Egyébként a filmnek a legelső kockája az már mindent elárul. A legelső kockák mindent elárulnak a filmről magáról. Sok hát mindenről szól ez a film. Megy a buszon, és rágyújt a buszon részegen, és annyira ismerem azt a típusú mozdulatot, ahogy kiveszi a cigarettáját, és ahogy az öngyújtóval babrál. Tehát ilyen hasonló helyzetben levő egzisztenciák. Ilyen öreg alkesszokkal könnyen érzel azonosulást. Ötvenes alkesszel, igen. Gondolatokat és pillanatnyi lelkiállapotokat nagyon jól közvetít a filmnek a zenéje és a vágása és a kamera beállításai együtt. Tehát rögtön az elején érzed, hogy ez egy rendőrcsávó annyira kész van, hogy a buszvezetőt, amikor azt mondja, hogy nem otthon teszi ki, fegyverrel kényszeríti, hogy tegye azt, mert tényleg semmi nem érdekli, és közben villannak be azok az életképek, amelyek vele megtörténtek. A saját életében, és az áldozatok életében, és a gyilkosságok során is, amiket végignézett és megpróbált megoldani, a társadalomnak azt az alsó rétegét tapasztalja, és nyeli le helyettünk, amiről mi azt sem tudjuk, hogy ilyen egyáltalán létezik, hogy így is meg lehet ölni egy embert, vagy hogy olyanok élnek köztünk, akik ezt képesek megtenni. Brutális szadista sorozatgyilkosokra volt specializálva. Igen, ő ezt beépíti a saját lelkébe, és tönkre megy helyettünk. Másrészt a családi tragédiába. Ez a film sok mindenről szól. Egyrészt szól a poszttraumatikus stressz szindrómáról. Arról szól, hogy a trauma után, ugye a poszttraumatikus stressz szindróma az nem egy olyan dolog, ami egy 2 hétig tart, vagy 2 hónapig tart. Az olyasmi, ami egy fél életen keresztül eltarthat, az a legsúlyosabb neurózis, vagy az egyik legsúlyosabb neurózis. Ha azt mondom, hogy pánikbetegség, ha azt mondom, hogy depresszió, vagy generál szorongás, vagy azt mondom, hogy poszttraumatikus stressz szindróma, ez mindegyik kifejezetten olyan akut, hosszú időn keresztül tartó kedélybetegség, amivel gyakorlatilag nem lehet, vagy nem érdemes együtt élni. Sokan öngyilkosok lesznek. Ilyenek a koncentrációs táborból visszajöttek például. 30 évvel a koncentrációs táborból való szabadulás után lesz öngyilkos, érted? Tehát, hogy ezt már nem lehet hogy értelmezni. Tehát itt arról van szó, hogy elkezdett szenvedni, és a 30. évében a szenvedésének azt mondta, hogy nem tartozom a további 5 vagy 10 vagy 15 év szenvedéssel senkinek, és megölte magát. Ezen kívül ez a film, és legalább annyira, ahogyan a neurózisról, legalább annyira szól a pszichopátiáról. A pszichopátiának és a neurózisnak a viszonyáról és a harcáról szól. A büntető altruista karakter nagyon gyakran neurotikus. Nagyon gyakran... Rengeteg filmben. Igen. Rengeteg filmben. Arról van szó, hogy egy neurotikusnak egy nem kezelt, vagy rosszul kezelt, vagy intenzíven szenvedő neurotikusnak az élete már semmit nem ér. Ugyan mire való az élete? Ugyan mire szolgál az élete? Szabadítsa meg a világot a gonosztól. Szabadítsa meg a világot a démonoktól. És hogyha ez sikerül, és sikerül megszabadítani a világot, akkor volt értelme az életének, mert ő már élvezni a saját életét nem tudja. Élvezni? Elviselni a saját életét nem tudja. Az életének értelme csak az adhat, ha egy magasabb cél érdekében feláldozza azt. A büntető altruista ennek megfelelően nagyon gyakran neurotikus, és ez a neurózis vonul végig a történeten. Tulajdonképpen ezeknek a neurotikusoknak a végtelen szenvedése áll szemben
az a pszichopatáknak a végtelen közönyével, és a végtelen a végtelen érzéketlenségével. Tehát egy túlérzékenység az egyik oldalon, és egy végtelen érezetlenség a másikon. Na, tehát a pszichopatákról volt szó, mint a másik pólusról, csak itt nem egy pszichopata van a filmben, hanem kapásból három. Ugye a francia ML 73 című filmről beszélgetünk, amelyben egyébként Daniel Auteuil, mint a főszereplő rendőr, szinte felismerhetetlen volt számomra, tehát olyan szinten leharcolt, hogy az éretlenekben még talán kis tanárt alakító fickó, komikus, itt egy ilyen egy komikus teljesen szétesett figura. És itt viszont valami olyan mélységes drámai figura, érted, valami fantasztikus színész, érted? Soha el nem képzelném, hogy ez a faszi valaha francia, ráadásul francia komédiában játszott, érted? Tehát itt annyira súlyos figurát testesítek. De minden mozdulata, érted? Minden mozdulata, mimikája, mindene állati jó. Egyébként nyilván a Marshall a rendező is barom jó, mert ő instruálta. De térjünk vissza egy picit a pszichopatákra. Tehát nem arról van szó, hogy van egy jó, meg egy rossz, hanem van a jó, és a világ a rossz. Tehát a világ maga pszichopataként működik. Három konkrét pszichopata is van a filmben, egy korrupt zsaru, azon kívül két sorozatgyilkos. Ezek közül az egyik a filmnek a kvázi a másik főszereplője, egy öreg, aki 20 év után szabadul ki, miután majdnem kiirtott egy családot, illetve hát megölte két gyereknek a szüleit. Még valami. Többek között a film, ugye ott van a kiírás a film elején, hogy megtörtént eseményeken alapul. Jó, hát ezt majdnem és minden filmről el lehet mondani. És a film végén van a dedikáció. Négy csajnak ajánlja a rendező, mint életem nőinek, a szüleimnek, utána van két női név, azt mondja, és azok szülei emlékének. És a filmben ugye van egy testvérpár, a főszereplő csaj Justine és a húga, és annak a szüleit ölte meg az öreg sorozatgyilkos. Tehát elképzelhető, én ezt nem tudtam kibogozni, tényleg a film végén három ajánlás van. Hogy a filmben a harmadik ajánlás, ami a szülei után van, az a megtörtént eseményre utal. Az igazság, hogy azok a sorozatgyilkosságok, amelyeknek ugye nincsen indítéka, mert ezeknek általában racionális oka semmi. Nincsen indítéka. Ezek feltételeznek egy olyan belső indítékot, amely nem racionális, nem kötődik az áldozathoz, vagy olyan módon kötődik az áldozathoz, hogy az hétköznapi embereket egyszerűen nem írja le, sőt kizárja. Tehát, hogy hétköznapi ember ilyen módon nem működik. Soha. Valójában arról van szó, hogy ezek az áldozatok felcserélhetőek. Hétköznapi ember, még ha gyilkol is, soha nem felcserélhető az áldozat senkivel. Van személyes motiváció. Véletlenül, pont erről van szó, soha nem véletlenül azt öli meg, akit megöl. Akár érzelemből, akár érdekből. Igen. Meg, akkor is személyes a motiváció. Igen. A pszichopata sorozatgyilkosnál nincs személyes motiváció. Igen. Viszont van egy személytelen motiváció, és ez a rendkívül érdekes, ami semennyire nem szól az áldozatról, és teljesen az elkövetőről. Arról van szó, hogy az elkövető akar valamit saját maga számára átélni, megélni, realizálni. Azt, hogy ő Isten például. Igen, és az áldozat az valójában nem több az ő számára ebben a helyzetben, mint egy eszköz, akin ezt demonstrálhatja. Tulajdonképpen úgy lehet értelmezni, hogy mondjuk úgy, hogy ami az egészséges ember számára a művészet, az a mondjuk egy pszichopata sorozatgyilkos számára a gyilkolás. Ami az ecset a művész számára, az ő számára a fegyver. És ami a vászon az ő számára, az az áldozat. Értjük, hogy az csak egy fehér vászon valójában. Azt, amikor kész van a műalkotás, akkor az tele van festve, az megvalósul a műalkotás az ecset által, ahogyan a gyilkosságban a fegyver által megvalósul ez a pszichopátiás műalkotás. Milyen szép ezeket, hasonlatokat használsz, vagy metaforákat. Most ezt csak azért mondtam el, hogy körülbelül annyi a viszonya a pszichopata sorozatgyilkosnak az áldozathoz,
amennyi az üres hófehér vászonhoz. A festőnek. A festőnek. Valójában semmi más az ő számára, csak egy platform, amely alkalmas arra, hogy a saját művészetét azon végrehajtsa, ráadásul megvalósítsa. A filmben konkrétan is előjön, hogy az egyik gyilkos, a mellékszereplő, tehát nem a főszereplő, nem az öreg gyilkos, az úgy állítja be az áldozatait, mint egy kvázi műalkotás. Tehát, hogy olyan érdekes pózokba, olyan módon, olyan eszközökkel, tehát igen, megvan benne. Na, visszatérve egyébként a pszichopatára, szerintem azt is lehet mondani, hogy nem emberi lény, hanem démon. Most ez más, hogy Istennek éli meg magát. Tehát ugye azt szoktuk mondani régen, amikor csomót beszéltünk erről a témáról, hogy a pszichopata az lélek nélküli szellem. Mert többségében hallatlanul intelligens. Vagy átlagon fölüli intelligenciával tud rendelkezni a pszichopata. Tehát lélek nélküli szellem. Mindig eszembe jut Pavel Florenszky, ő egy ilyen régi ortodox, misztikus teológus, meg egyébként polihisztor is volt, de mindegy. És azt mondja, hogy az ördög, az ott hogy is fogalmaz, hogy olyan maszk, hogy ott mögötte nincs ott senki, vagy nincs benne semmi, vagy valami ilyesmi, érted? Tehát a lélek nélküli hiányzik. Intelligencia. Így van. Mint egy gép. Olyan egyébként, mint a mesterséges intelligencia. Pontosan. És baromi tök jók jó, azok. Nagyon sok tudós azon dolgozik, hogy végre ezt előállíthassa. És baromi jók egyébként. Alig várjuk, hogy elkészüljön. Na, és egyébként. Azok a filmek, amik egyébként, például az Ex Machina című film. Érted, vagy a Westworld című sorozat. Vagy a Westworld című sorozat. Egyébként meg láttam még egyet, ami ilyen bérgyilkos csaj, de mindegy, most nem jut eszembe a neve. Morgan. Tehát ott jó, az nem mesterséges intelligencia, hanem ilyen klónozott valami lényeg, de hogy nem rendes emberek, ez a lényeg. Megjelenik ez a félelem, érted? Hogy úgy működnek, mint a pszichopaták. Nincs lelkük. Nincsenek érzelmeik. Megjátszott érzelmeik vannak, mert ugye a állati intelligensek, és le tudják kopírozni, érted? Tehát tudják mímelni. Na most az fontos megemlíteni, hogy ez egy trilógiának a harmadik darabja, záró darabja. Ez a Gangsterek című 2002-es filmnek, az a 36 című 2004-es filmnek. Az megvan. És ezekben is és az MR73, igen. És az MR73 című 2008-as filmnek a trilógiája, tehát hogy ezzel lezárul egy ciklus, olyan, egy alkotói ciklus. Olyan, a Scorsese-nek a kaszinó, nagymenők és a Wall Street farkasa. Ja. Pontosan olyan. A vád kízzás, szexuális erőszak, előre megfontolt szándékkal elkövetett kettős gyilkosság. Előbb Nîmes-be, majd a Marseille-i börtönbe kerül. Pszichiátriai kezelésnek vetik alá, azóta a vallásnak szenteli életét. Átszállítják Malmorba, ahol a mai napon megjelenik a fellebbviteli bíróság előtt, hogy a nemrégiben benyújtott szabadlábra helyezési kérelmét elbírálhassák. Monsieur Subra, ön jogosnak tartaná, hogy szabadlábra helyezzék? Nem soká 69 éves leszek. Életem felét börtönben töltöttem el. 38 évet, és ez alatt sikerült teljesen megváltoznom Isten segítségével. Most, hogy az utam végére értem, csak egyet kívánok. Ebben a pár évben segíteni szeretnék fele barátaimnak, vezekelnék bűneimért, és könnyítenék a lelki ismeretemen. Na, ez a beszéd. Ez a beszéd az elhagyhatja a szanatóriumot kártya, hogyha esetleg, ne adj Isten, börtönbe kerültök, ilyen 8-10, uszkve 60 ember meggyilkolásáért, ültök 20 évet, akkor ezt a bullshitet kell letolni, hogy mérlegeljék egyáltalán a szabadon engedéseteket. Istenre mindig hivatkozhatsz. Én azt nem értem, hogy ez a hivatkozás hogy nem szűnik meg végérvényesen, és nem vágódik át akkor, amikor valaki brutálisan és különös kegyetlenséggel és bizonyítottan, és akár indíték nélkül öl meg valakit. Még csak nem is nyereségvágyból, érted? Igen. Hanem öncélúan a gyilkolás élvezetért, önmagáért. El is mondja, azért öltem meg őket, mert látni akartam őket meghalni.
Igen. Tehát egy jelenetben elmondja, ez az öreg, pontosan a hatalmat, pontosan az isteni hatalmat akarja. Lenyomja a bizottság ellen. Ez a film, ez vakító erővel demonstrálja azt, hogy nincs lehetősége a változásnak a pszichopátiában. Hát lelket nem tud neki adni senki. Na igen, tehát, hogy hát itt arról van szó, hogy... Mert ő állítólag vállalkozott erre. Lehetőség arra van, hogy valaki 30 évig üljön, és utána hazudozzon, meg magára varja a Jézus Krisztust, meg a hátára, meg a mellkasára, meg a... Vallási szimbólumokat. Igen. Tehát, hogy erre mind-mind van lehetőség. A Prison Breakben is magára varratja a csávó a kiutat a börtön. Ugye ő a börtön térképét, vagy alaprajzát. Hát itt ő meg a Jézus Krisztust, mert neki meg az a kilépőjegye a sitről. Így van. Az olaj. Egyébként rendkívül jó karakter. Tehát zseniális a színész, aki az öreg pszichopatát. Csodákat találnak a francia színészek olyan, között. Olyan egyébként... Harvey Keitel és a Anthony Hopkins összemosása. Abszolút, igen. Nagyon jó a hasonlat. Igen. Szóval hogy arról van szó, hogy nincs... És hogy még mindig milyen mértékben nem nőtt fel az igazságszolgáltatás rendszere ehhez a tudáshoz. Hogy még szabadon engednek, még ma is szabadon engednek olyan gyilkosokat, akik azt hazudják, hogy Jézus Krisztus, magukra varják, hogy Jézus Krisztus, meg a hátukra, meg a mellkasukra, és aztán kiengedik őket az emberek közé, mert még mindig nem értettük meg, mert még mindig nem fogtuk fel, hogy mit jelent a pszichopátia. Tehát az MR, tehát mint Marci és Robi, 73 című filmről van szó, mert itt egyik SMS író kérdezte, hogy miről, tényleg keveset hivatkozunk. Jogosan, ugye szerdánként filmekkel foglalkozunk, és ezúttal egy 2008-as francia film van terítéken. Továbbá itt van Marci és Robi. Így van. Azt írja az egyik hallgató, hogy mert Isten még ekkor is megbocsát, ha hiszel benne. Na de kedves SMS író, ezt magyarázzuk, hogy a pszichopata, lehet, hogy az Isten megbocsájt, de a pszichopata az egy olyan lény, akinek nincs az a szerve, hogy hit, mert hogy nincs lelke. És mivel nincs lelke, ezért hiányzik belőle az a bizonyos szerv, hogy itt, mit tudom, isteni megbocsájtásról, meg ilyenekről, mint szempontról beszélhessünk. Na, tehát pont ez a lényeg, hogy a hit képessége az a lélek által realizálódik, ahogyan a látás képessége a szem által, a gondolkodás képessége az agy által, és így tovább. A vérkeringés képessége a szív által. Na most pontosan ugyanilyen arról van szó, hogy ő megválthatatlan, mert nincs olyan szerve, ami megváltható volna. Tehát itt ez a probléma. Csak intelligenciája van, amivel tudja, hogy mit, hogyan, mikor kell mondani. Igen, és jól igen. Mondja. Jobban mondja egyébként, mint akinek valóban van lelke, és vannak érzései. Igen. És van egy egója is, tehát trénelhető, csak nem megváltható. Az egója az Isten egyébként. Hát igen. Na, és visszatérve magára a filmre, ugye Daniel Auteuil, mint végül is igen. Így ejtjük a nevét. Emlékezhettek rá az Éretlenek című francia filmből, ami egy nemzedék élménye, én úgy gondolom. Hát még középiskolás voltam. Igen. Az egészen öreg vagyok. Az egészen kölyök, nem tudom, én 21-22 éves Daniel Auteuilről beszélünk. Elképesztő. Tehát nekem egyébként a Robi mondta, tehát nekem te mondtad, és Jézus Máriám, ez akkora más karakter, hogy ami elképesztő. Állati jó színű. Az egy vígjáték. Szóval ő játsza itt a izét, ő játsza itt az Alkes magányos nyomozót, ugye, aki harcol egyszerre a konkrét bűnözők, és harcol a bűnöző rendőrség ellen. Hát ugye maga az egész rendőrség, van benne egy korrupt zsaru, aki egyébként abszolút pszichopata szintén, ő a harmadik pszichopata a filmben, de maga a rendőrség a filmben, tehát maga az egész rendszer úgy működik, mint a pszichopata. Tehát lehet metaforaként is használni a pszichopatát. Egy olyan intézménynek áldozza az életét, amely nem teljesíti be a feladatát, az igazságszolgáltatást sem úgy, mint az igazság helyreállítását, sem úgy, mint a valóság felkutatását. Tehát se azt nem teszi meg, hogy az áldozatok kedvéért vagy a közvéleménynek arcot ad a gyilkossághoz, és valós arcot, hogy a lelkek megnyugodjanak, sem azt, hogy ellensúlyozza a gyilkos tettét, és megpróbálja az eredeti
állapotot helyreállítani, vagy a közösségtől elzárni a bűnismétlés elkerülése érdekében, hanem szarik bele a munkájába. Világos. Egy világos. 25 évvel korábbi gyilkosság áldozatának a lánya az egyik hőse a filmnek. Justine. És láthatjuk, ahogy ez a Justine valami 25 évvel az elkövetett gyilkosság után, hogy megölték az anyját, még mindig... Meg az apját, még mindig milyen állapotban van, és akkor ez valami szédítő ebben a filmben visszanézni arra a 25 évet, így elképzelni, hogy min ment keresztül ez a csaj, és így tudod, látni azt a tekintetet, azt a meggyötörtségnek azt a mértékét, amivel így vonszolja magát egyik napjából át a másikba. Viszont az is érdekes vonulat, a húga pontosan meg nem, a húga. Mert ő még túl kicsi volt, hogy teljesen felfogja az részben esetben. Más látott, részben meg ő valahogy eltemeti magában, vagy lehet, ezért hogy jobban feldolgozta. Magába, persze ennek megfelelően neki két persze. Kislánya van, vagy gyereke, férje, családja, tehát ő azt választotta, hogy ettől jobban elszakad. Lehet, hogy a nővére is ezt választotta volna, ha tudta volna választani, de nem tudja. Nem tudja. Nem, itt arról van szó, hogy van, aki le tudja folytani, van, aki nem tudja lefolytani. Van, aki egyszerű, van az a mértékű, és pont ez a lényeg, hogy ha jól működik az elfolytás, akkor nem történik meg a neurózis. Ha nem működik jól az elfolytás, akkor óhatatlanul. Most mind a Schneider felügyelő, mind a Justine, poszttraumás stressz-szindrómába szenvednek. Igen. Így találnak mind a kettőnek egymásra, nagyon súlyos tárgyvesztéses. A Justine keresi meg a felügyelőt, és talán nem spoilerezés a részemről, hogyha elmondom, hogy nagyon érdekes kapcsolat szövődik köztük, de nem konkrét kapcsolat, csak párszor találkoznak, de olyan összesen kétszer. Opalánya-szerű, tehát így mondja a Justine, hogy nekem csak ön van egyedül. Volt neki vőlegénye, akitől gyereke fog születni, van húga, van egy nagyapja, aki mit tudom én, szintén elveszt. De hogy csak ön van nekem, mert valahol ugye az a felügyelő volt akkor, aki letartóztatta ezért a gyilkost, aki megölte a szüleit, és kicsit ilyen apa-szerű is, de az ugye egyetlen, akkor van egy akiben bízni látói tud. Szerelem-szerű valami, szóval ahogy nagyon a Robert De Niro a taxisofőrben görcsösen keres valami ügyet, ahol ő feláldozhatja magát, és megmenthet egy lelket, itt való, és nincs. és nem talál. De úgy, megtalálja a fiatal prostit. Ugye, hála neki. Itt valóban az ügy keresi meg, és feláldoztatja. És a francia állam kiengedi, szabadon engedi az egykori gyilkost, amely egykori gyilkos elkezdi kőkeményen fenyegetni, követni, meg zaklatni, és jelzi, mint egy jelzi az egykori áldozat, vagyok, hogy itt vagyok, itt és vagyok. Jöttem érted, feltámadt a rémálom. Önkényes eljárás, illegális fegyverhasználat, ez már tényleg megengedhetetlen a maga helyzetében. A sajtó és az ügyészség azon nyomban meg fogja lovagolni. Röviden, elásztunk, mielőtt ernyőt nyitottunk volna. Temettesse el érdeme szerint. A többiért én felelek. Csak hogy az apja nem akárki, a biztonsági csoport helyettes vezetője. Nem hinném, hogy a főnökei vagy ő maga tudatni akarná a világgal, hogy a fiacskája megerőszakolt és kinyírt 5 nőt, és a zsaruk lepuffantották. Alkut kötünk, Schneider. Visszaadja az igazolványát és megkapja a fizetése 70%-át. Más indokot találunk a fiú elleni eljárásra, és maga hallgat a tragédia igazi körülményeiről. Mi lesz az áldozatok családjával? Momentán fütyülök rájuk. Hát a pszichopata rendőrség, ugye? Na igen. Fütyülök rájuk. Ők alkudoznak. Alkut ajánlok magának, megkaphatja a fizetése 70%-át. Tehát alkudozzál egy olyan emberrel, akinek most halt meg a lánya, és akinek a felesége lélegeztetőgépen van, és az életének semmi értelme, és minden nap annyira leissza magát, hogy szabaduljon az emlékeitől, meg hogy a visszafordíthatatlannak ne kelljen a pokoli mély kutyába bele révednie minden nap. Ebben a rendőrfőnök a rendőrség jó hírét, és a rendőrség jó feladatát miatt, teszi a két tálcára, és a kettő közül a jó hírét választja, hogy azért nyúl be a vízbe, és azt menti ki. Tehát arról szól, hogy ugye az egész rendszer részvétlen, korrupt velejéig, nem segít. Semmi nem segít, és a Schneider
az tudja, hogy a pszichopata pszichopata marad. Azt soha nem lehet kiengedni, soha nem lehet visszaengedni a társadalomba, és mivel az intézmények erre képtelenek, erre a felismerésre, marad az MR-73. Két nagyon súlyos felismerése a Schneidernek. A Schneider egyrészt ő az egyetlen, aki látja, és ő az egyetlen, aki tisztában van azzal, hogy a pszichopata az megválthatatlan és változtathatatlan, és ő az egyetlen, aki tisztában van azzal, hogy ez a rendszer éppen úgy megválthatatlan és megváltoztathatatlan. Mint a sorozatgyilkos. Igen, mint a sorozatgyilkos. És éppen ezért semmi más nem tehet, és semmi más nem is tesz, mint a saját kezébe veszi. Ez a réges-régi filmes toposz, a bosszú, a... Bosszúvágy, Charles Bronson, de igen, más típusú film azért igen, ez az önbíráskodás. Az önbíráskodás pillanata. Az, amikor már az utolsó illúzió is elvész abban, hogy az intézmények, azok bármiféle módon reflektálnak az erkölcsre, vagy szolgálják az erkölcsöt, vagy hogy egyáltalán bármiféle kapcsolat van a kettő között. Bármiféle igazságot tesznek. Elszakadt az erkölcs, és az intézmény elszakadt egymástól, és már nincsen köztük semmilyen kapcsolat, és az utolsó pókfonál, ami kifeszül a kettő közé, azon egyensúlyoz a hős, és az utolsó néhány mozdulatával elképesztő líra van egyébként abban, ezekben a gyilkosságokban. Elképesztő líra van. Ne spoilerezzük, de az biztos, hogy a film utolsó jelenet sora az nagyon-nagyon-nagyon katartikus. Körülbelül 2 órás film, és mondjuk, hogy 1 óra 45 percig építi fel azt, hogy az utolsó 15 percet más fényben érzékelje. Utolsó 10 percet. Utolsó 10 szóval percet mondjuk. Ugye itt az történik, hogy illegalitásból helyreállítjuk a rendőrség jó hírét, mert egy rendőr fiacskáját ne sározzuk be. Hát akkor mi más választásunk maradt, mint az, hogy illegalitásból végezzük el a rendőrség eredeti feladatát. Ez a két dolog, ez valahol egyenlő. Nem is csak a rendőrség. Eltávolodás a legalitás. A rendőrség és az igazságszolgáltatás komplett feladatát. A bíróság, a pszichológus, a szakértők, a nyomozók, az egész szisztémának. A milyen brutális gyilkosságokról itt a filmben szó van, ugye az MR-73 című francia filmről beszélgetünk, ebből hallottunk részleteket. Itt kettő rendőr alaptípus látunk, aki közel kerül és egy életet eltölt brutális gyilkosságok között. Az egyik megoldás, hogy ezt az életformát, ezt üzzed, az, hogy kiülöd a lelked, vagy meghal, vagy nem is volt, és akkor nem szenvedsz, de akkor nem tudod a helyes dolgot sem megtenni, mert elveszted a relációdat azzal, hogy mi a helyes. Vagy pedig van lelked, de akkor az áldozatokkal együtt szenveded végig az életedet, és a gyilkossal együtt kárhozol el. Tehát mindkettő megtörténik veled, a pokorra kerülsz, amiért benne élsz ebben a bűnben, és a társadalom helyett lenyeled és rákként magadba építed, mindeközben meg ugyanazt a szenvedést az életedben is elvégzed az áldozatokkal, majd a halálod után a gyilkossal. És ez az, amit megtesz ez a csávós. A végén szinte egy ilyen krisztusi műveletet hajt végre, bár ez azért erős párhuzam. Golgota-szerű egyébként, Golgota-szerű így a vége, és van benne egy ilyen megtisztulás, de a katarzis az nem csak, most itt szó szerint a görög szó értendő, nem pusztán az esztétika élmény, van egy ilyen megtisztulás. Igen, mert az az igazság, hogy semmit nem tehetsz, az egyénre van bízva. Ez egy nagyon súlyos modernitás kritika is egyébként. Az egyénre van bízva, hogy állítson helyre valamit a világ intakt, eredeti intakt rendjéből, mert itt a modernitás valamit alapjaiban megzavart, ami helyreállíthatatlan, javíthatatlan. Ahogyan a pszichopata, úgy ez a modern világ is a maga pszichopátiás működésével javíthatatlan, helyrehozhatatlan. És itt van ez a hős, akiben egyáltalán semmi idealizálni való, semmi illúziónk. Egy nyomorúságos alkesz, aki végig okádja, meg végig fetrengi, meg esik kell az egész filmen keresztül. És folyamatosan dohányzik, és folyamatosan vedel. És nem most kezdett vécézés után. Egyáltalán nem szexi módon alkoholista. Tehát nem ilyen menő módon, hanem ilyen, és egyáltalán nem idealizálja ezt a fajta, tehát tulajdonképpen ezt az alkoholizmust, hanem az, ennek az ilyen végtelen nyomorát így megmutatja azt, ahogyan a méltóságodat így föladod, mert igazából nem az e világi méltóságról szól ez a történet,
hanem egy magasabb erkölcsről, amit ezen a világon itt és most nem lehet mérni. Ez tökéletes végszó volt. MR73 a film címe. Nézzétek ez meg. Volt az önkényes mérvadó Mára Farkas Attila Mártonnal, Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral is veletek. Köszönjük szépen. Sziasztok.